Apának, ha van leánya, lenne örök álma. Örökre megmaradna, széjjel nem hullana. Mintha lenne Isten, tenyerébe venni. Óvnál széltől, bajtól, soha le nem tenni. És akkor most emlékezzünk. Emlékezzünk 1956 forradalmára, szabadságharcára. Emlékezzünk azokra a srácokra, akik történelmet írtak akkor. Emlékezzünk gyermekkoromra, emlékezzünk a nehezekre, emlékezzünk a nehézségekre, igen, talán így fogalmazok, és bizony-bizony kell emlékezni, és úgy kell emlékezni, hogy felemelt fejjel. Ha majd helyén Akinek az összeállítását hallod, az Kis Ágnes és Rejnich Egon lezen, társaságában emlékeznek 56 történeteire, elbe, és majd Katalin utána egy pár versen, alátámaszt mindezt a gondolatot. Lennék pokó, lelkem s hogyha elmúlok és nem leszek már semmi, akkor fogsz majd engem emlékbe temetni. Testem sejtén. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Kis Ágnes vagyok. 1956. október 23. Ugye nem kell elmondanom, hogy ez milyen dátum, minden évben megünnepeljük, az idén sincs sem másképp. Az idei alkalommal Reynis Egon, műkedvelő hadtörténész barátommal beszélgetünk arról, hogy hogyan volt az, hogy a felkelők puszta kézzel, némelyek ugye még gyerekek voltak, de voltak köztük felnőttek, vagy nők is, neki mertek menni a tankoknak, vagy akár zsákmányoltak is tankot. Hogy létezik ez? Tehát valóban az 56-os forradalom és szabadságharcnak az a különlegessége, hogy a felkelők, köztük a pesti srácok, akik nagy számban vettek részt, harckocsikkal kerültek szembe. Ennek az volt az oka, hogy a 23. tüntetés és az utána következő tömegdemonstrációknál a magyar pártvezetés szovjet segítséget kért, és a szovjet parancsnokságnak az volt az ötlete, így többek között a Magyar Honvédelmi Minisztérium szovjet főtanácsadójának, hogy a harckocsik puszta demonstrációjával Véget lehet venni a tüntetésnek, mint egy ezzel tömegoszlatást lehet végezni, ahogy ez több kelet-európai országban előzőleg már bevált. A magyar fővárosban azonban és több vidéki helyszínen ettől nem rettentek meg a tankokat feltartóztatták. Végül a szovjet harcocsik tűzparancsot kaptak. Ez a tűzparancs lett az, az oka a kossuth sortűznek, aminek rengeteg halottja volt, ugye. A véres csütörtökről beszélünk, ugye? Igen, igen, a véres csütörtökről, így van. De végül is a pesti srácok és a felkelők ettől kezdve szembeszálltak a harcocsikkal. Hát ez 56 csodája, hogy ezt hogy merték megtenni. Igen. Na most annak idején a szocializmus Időszakában nem lehetett 56-ról beszélni. Te mikor kezdtél ezzel a témával foglalkozni, vagy mikor hallottál először, mondjuk úgy, hogy igazságot, és nem azt, amit a hivatalos kommunista propaganda mondott? Nagyon hamar, ugye az nem titok, hogy én érdeklődök a történelem és a hadtörténelem után, ez már gyerekkoromban is így volt, és az az igazság, hogy amikor közeledett október 23-a, akkor apám, ritkábban nagyapám mindig mesélt valamit az októberi eseményekről, aminél kiemelt szerep volt az, hogy a pesti srácok hogy szálltak szembe a harckocsikkal. Tehát elhangzott, hogy a pestieknek tankokkal kellett megküzdeni. Mennyivel? Milyenek voltak ezek? Budapesten már október 24-én a bevetett szovjet seregtestek 290 harckocsival érkeztek, sőt, ugye, ahogy mondtam, a magyar néphadsereg tankjait is megpróbálták bevetni, de ahogy mondtam, a magyar harckocsik egy, egy, része egy idő múlva nem teljesítette a feladatot, sőt, voltak, akik át is álltak a forradalom oldalára. Akkor hogy, hogy nézett ez ki? Tehát ott áll egy ember, egy lódenkabádban, ősszel, és jön vele szembe egy ilyen monstrum. Mit lehet ilyenkor tenni? A, a pesti srácok, ugye, és a szabadságharcosok találékonysága szinte páratlan volt, de most elmondom azokat a praktikákat, amiket kitaláltak a felkelők, hogy megállítsák a harckocsikat. Előfordult az, hogy a Időben kaptak értesítést arról, általában a telefonhívások alapján, hogy merről jönnek a haszkocsik. Előfordult az, hogy a hordókat szereztek, amiben motorbenzint töltöttek, a hordók nyílását nyitva hagyták, valamennyire föltöltötték a hordókat, ezeket végig a burkolaton, így maga ugye a hordó gurulás közben telefröcskölte a burkolatot benzinnel, de itt több hordót képzeljünk el, majd a hordókat ott hagyták a helyszínen, abban a pillanatban, amikor a szovjet harcosok a benzinnel leöntött burkolatra érkeztek, akkor gyújtották egy rejtek helyről, és a harckocsik egyszerűen egy lángtengerbe kerültek. Egy másik igen érdekes ötlet volt az, hogy a korvin köz környékén lefelére fordított fekete leveses trányérokat tettek, ugyanígy bevált a palacsintasütő sütő is, ezt valószínűleg szegény házi asszonyok készségesen adták ebben a felfogozott helyzetben, ugye palacsintasütőből elég sok kellett, és akkor ezeket a fekete ugye, tárgyakat az orosz harckocsik aknának nézték, de a leghatásosabb maga Molotov koktél volt, Na, akkor a Molotov koktél, ugye ez mindenki ismeri ezt, hogy Molotov koktél, ez pontosan mi is volt? A Molotov koktél elnevezés az a Fin téli háborúból származik, akit érdekel az interneten utána nézhet a névtörténetének, már a finnek is sikerrel használták a motorbenzinnel töltött üvegpalackot. A Molotov koktél úgy készült, hogy a legjobban a 5 és a 7 decis üvegeket szerették, mert ezt messzire lehetett dobni, ezt megtöltötték motorbenzinnel. Ebbe beletettek egy rongyot, és a rongyba beledugták a dugót. A rongy volt egyben a kanóc, ezt benzinnel át kellett itatni. A másik trükk az volt, hogy a dugót úgy faragták meg, hogy ne zárjon százszázalékosan. Tehát a dobás előtt fejre kellett állítani, akkor egy kis benzin rászavárgott a rongyra. Na most a korvin közben egészen katonai metódust alakítottak ki a gyerekek, általában egy idősebb személy, egy gimnazista vagy egy felnőtt segítségével, tehát egy dobó raj alakult ki, ami úgy állt, hogy volt egy felnőtt, egy idősebb figyelő, csak ő nézett ki az ablakon és várta a szovjet harckocsikat. Volt az úgynevezett dobó, ez egy erős rács volt, aki messzire tudta eldobni az üveget, és volt a gyufás, ezek gyakran egészen kisgyerekek voltak, akik adott parancsra gyújtották, tehát szabályos katonai műveletként ment a dobás. Azért volt ez a Figyelő biztonságos rendszer kialakítva, mert az oroszok azért ilyenkor föllődtek az épületre, hogyha megláttak valamit, tehát nem volt szabad sokáig az ablakon kinézni. Sőt, a gyerekek ilyenkor gyakran el is hagyták a helyszínt egy sikeres dobás után, hát ha az oroszok mégis megfigyelték a dobás pillanatát, és elszaladtak egy másik lakásba, vagy egy másik vagy kimentek a folyosóra. Hozzá kell tennem, hogy az üvegeket a biztonsági okokból általában a fürdőkádban tárolták. Mm -hmm. Na. Hát a zsákmányról. Tehát igen. mit sikerült zsákmányolniuk? Ugye ágyút? Így van. Tehát ez, a, ez, egy Meg majd tankod, de beszéljünk Én, először igen, az, az ágyúról. történet. Tehát a korvin közben a támadások egyik menetében sikerült részben a palackokkal, ugye azt tudni kell, hogy a felkelők nagyon sok kézifegyvert zsákmányoltak, a páncélozatlan teherautók kilőhetők voltak kézifegyverekkel, viszont az ágyú éppen maradt, ezt betolták a korvink közbe a mozihoz, viszont észrevették a felkelők, hogy akik között voltak katonaviseltek, hogy ehhez nincs páncéltörő lőszer. Így egyetlen egy megoldás volt, a mozi lépcsőjéhez állították föl az ágyút, és a körúton keresztben a harckocsikra megpróbálták megbecsülni, hogy a harckocsi milyen sebességgel megy. Itt is volt egy figyelő, uh -huh. aki adott jelet adott a tüzérnek, aki elsütötte az elsütőszerkezetet még hozzá egy hosszú pincében szerzett drótkötéllel, amit a mozi pénztárából kezelt. Amikor jelt adott a megfigyelő, akkor meghúzta az ágyúnak a elsütőszerkezetét. Ez úgy volt kiszámítva, hogy lehetőleg középen találja el a harckocsit. Sok harckocsit lőttek így meg. A harckocsiknak ilyenkor ö, szétment a kerekük, vagy ledobták a lánctalpat. Ö, jó néhány métert még tovább mentek. Volt olyan harckocsi, aminek látszólag alig történt sérülése, de akkor, amikor leesett a lánctalp, akkor megállt, vagy elkezdett forgolódni, Ilyenkor ledobtak rá legalább öt. Gyújtás nélküli molotov-koktélt, aztán jött a gyújtott molotov-koktél. Ez az összhang, ez fantasztikusan hangzik, és lehet, hogy talán ennek a, az együttműködésnek a következménye, hogy harckosikat is zsákmányoltak. Ez hogy történt? A korvin közben készült egy hiteles fotó, amiben látszik két zsákmányolt szovjet, T-34-es 85-ös típusú harckocsi. A visszaemlékezések szerint a korvinközieknek közieknek több, ennél több harckocsit is sikerült zsákmányolni. Ez tényleg fantasztikus, hogy hogy lehet egy járőröző felfegyverzet acél szörnyetteget elzsákmányolni. Hogy ment a zsákmányolás? Ez tényleg fantasztikus volt. A korvinközből közből szabályos uh, harckocsi badász harcsoportok indultak el, ők lesbeálltak olyan helyeken, ahol esetleg a harckocsiknak fordulni kell, tehát szűkebb helyeken meg kell állniuk. Ugye természetesen a szovjet katonák gyakran eltévedtek ilyenkor a városba, vagy például megálltak cigarettázni, pihenni, mert ők se akartak ugye egész nap zögykölődni. Na most abban a helyzetben, amikor a harckocsi nagyon lassan ment, vagy akár a két harckocsi megállt, akkor egyszerűen a felkelők kirontottak a rejtek helyükről, fölugrottak a megállt harckocsikra, a vezetőnyílás ilyenkor általában fel volt csapva. Ilyenkor bemutattak itt egy kézigránátot, hozzá kell tennem, hogy még a géppisztoly csövét is, és ilyenkor a szovjet katonák megadták magukat. A nyílásokat ezek után nem engedték a felkelők lezárni, és így bekísérték a harckocsit a teljes legénységével a korvin közbe. Hozzá kell tennem, hogy igen jól bántak a foglyokkal, rendes ebédet kaptak. Végül is a szovjet harckocsizókat egy egyeztetés alapján sikerült felhívni ugye a szovjet parancsnokságot, egyeztetés alapján egy szovjet őrnagynak egy parlamenternek átadták. Na most ezek a harckocsik részt vettek a felkelők oldalán a harcba, az biztos, hogy legalább egy, de a visszaemlékezők szerint akár három ilyen harckocsi támogatta a köztársaság téren a pártház ostromát. Itt majdnem harckocsi csata is kialakulhatott volna, mert akkor már a lőszerrel feltöltött magyar néphadseregbeli tankokat a pártvezetés is elrendelt a pártház közelébe, itt legalább öt magyar néphadseregbeli tank jelent meg, azonban az a furcsa helyzet történt, hogy a harckocsikban nem volt rádió, így a Négy beosztott harckocsi közül legalább kettő beállt a felkelők harckocsia mellé, és ők is elkezdték lőni a pártházat, mert nem tudtak tájékozódni. Végül ezek a harckocsik eltávoztak, mindenki meg volt ijedve, mert ugye ebből egy valódi harckocsi csata is alakulhatott ki. Végül pont az történt, amire senki nem számított. Így, hogy több T-34-es harckocsi lőtte a pártházat, ez megpecsételte a védők sorsát. És még mi egykor beszélgettünk erről, volt ezeknek a fiúknak, akik ugye a pártházat lőtték, tévesen, volt egy jó mondásuk, azt nem mondjuk ki egészen fontosan, de az valahogy úgy hangzott, hogy hát ezt elcsesztük, de minden esetre a történet nagyon jó. Na akkor ez a harckocsik elleni harc, ez tulajdonképpen milyen eredménnyel zárult? Tehát a mostanában elkészült becslések szerint 30-40 szovjet harckocsit sikerült így megsemmisíteni. Azt is el kell mondani, hogy a magyar népacsereg egyes tankjai átálltak a felkelők oldalára, és ezek tűzharcot is vívtak a bevezető csapatokkal, természetesen annyira kevesen voltak, hogy nem volt esélyük. És még egy dolgot meg kell említeni, hogy voltak olyan szovjet katonák, akik megtagadták a tűzparancsot, és voltak olyanok is néhányan, akik átálltak a felkelők oldalára. Ugye 1956-ban születtél, és az események idején még csecsemő voltál, tehát nyilván Ida. személyes emléked nincsen, viszont már korai gyermekkorodtól kezdve érdekelt a történelem, ráadásul a városliget mellett nőttél fel. Milyen nyomokat láttál? Mik, mik voltak, amik, amik még a későbbi évtizedekben is emlékeztettek 1956-ra? Amikor én gyerek voltam, akkor még a Stalin szobornak az eredeti szociál tombormű sorozata megvolt, tehát ezt még nem burkolták le, később leburkolták, úgyhogy én mint gyerek nagy érdeklődéssel néztem. De a legérdekesebb élményem az a rendszerváltás időszakához kapcsolódik. A Distribün től egy kicsit hátra befelé volt a híres Lenin szobor. Ami egy hatalmas szobor volt, de senki nem értette, hogy miért van Lenin mögött egy hatalmas vasbeton oszlop, ami vörös márványal van bulkor. Vagy a pesti Igen. viccet gyártottak olyan viccet, hogy a pestiek mindig híresek voltak a jó viccekről, hogy ezt azért tették oda, hogy nehogy valaki fenékbe rúgja Lenin lertást. De volt egy olyan pillanat, amikor már nem őrizték egyébként a lebontásra szánt disztribűnt. Lenin, valamikor a Lenint eltávolították, tehát a szobor már nem volt ott, eredetileg azt mondják, hogy javítják, de aztán sose jött vissza. Háló Isten. És ekkor elhatározták, hogy ezek megszűnnek, tehát maga a Dísztribűn és a nagy obeliszk is a Lenin Ugye, talpazatával együtt bontásra kerül, és ekkor nem őrizték a disztribünt, és fölmehettünk oda, így feleségemmel fölmentünk oda, a, arra a helyre, ahol Kádár Elvtárs is annak idején köszöntötte. A, igen, Tövénye. pontosan. Még az utolsó május elsőjét is, ugye. És ekkor jobbra néztünk, és észrevettük, hogy a vasbeton obeliszket bontják. Körülbelül félig bontották el, és ekkor jöttünk rá, hogy miért van ott ez az obeliszk, mert pont átlátszott a műcsarnok fölött a Miléneumi Emlékmű kettős keresztet tartó angyala. És ekkor jöttünk rá az obelix telepítésének az okára. Tehát, ha valaki akár rákosít, akár Kádát a bal vála felül fényképezte így oldalról, akkor pont a feje fölött látszódott az angyal a kettős kereszte. Hát az elvtársak valamiért Igen. ezt nem szerették. most ez nyilván elviselhetetlen volt, de ugye a millenami emlék, mivel nem lehetett mit tenni, úgyhogy Végül nyilván hosszas gyötrődés után elhatározták ennek az Obelixnek a megépítését, ami csak is a Distribün felől takarta ki a kettős keresztet tartó angyalt. Na, no, hát akkor Megtudtuk ezt a titkot is, ez kicsit vicces történet így a végére, bár maga az esemény nyilvánvalóan nem az. Hallottunk ugye az 56-os srácok, de akár lányok, asszonyok és felnőtt férfiak hősiességéről. Úgyhogy idén is megemlékeztünk róluk köszönöm szépen kedves egon és köszönöm a figyelmet mindenkinek! Forradalom a likörgyár helyén A Korvin köz rövid története Részletek Flir Gergely 2020. október 23-án írt cikkéből Az ország legnagyobb likörgyárának helyén épült fel a híres Korvin mozipalota, amelynek 1922-es átadása olyan jelentős eseménynek számított a korabeli Magyarországon, hogy jelen volt Horti Miklós kormányzó, József Ágost főherceg, Kosztolányi Dezső író és a magyar kulturális élet színe java. Ez a helyszín a 8. kerületi Korvin közlett, az 1956-os forradalom egyik legjelentősebb fegyveres központja, az ott harcolók egykori parancsnoka, Pongrácz Gergely könyvet is írt róla az itt található szobrokon, emléktáblákon mindig nemzeti színű szallagokat, koszorúkat találunk, de az emlékhely mögött már egy új világ kezdődik. Már az 1956-os forradalom második napján, október 24-én délelőtt megjelent itt az első 50-60 fegyveres felkelő, s a Korvin köz a Szénatér mellett Egyike volt annak a két ellenálló gócnak, amely a legtovább kitartott. A szovjet csapatok november 4 támadását követő harcok során, november 5-én délután vált védhetetlenné a mozi épülete, a korvinközi forradalmárok a közeli Szigony és Práter utcai csoportokhoz csatlakoztak, és ott folytatták a harcot november 8 áig nagy Gáspár, Oratórikus emlékezés 1956 vértanú hőseire. Requiem A lángok lobbanó szívéhez értem, Mikor a nagyszerű halált megidéztem, Mikor a könnyek az égből estek, Mikor legjobbjaink értünk, elestek. Helyettem, helyetted is, itt, Budapesten, fiatal vérük folyt már az első esten, egy örökre szent évszámú kedden, aztán sokáig. Sortüzek gyalázta Magyarország, csak halotti hőseit szemében villant a szabadság. Október vég, és nem akárhol. Most is március ídusa lángolt egy letiport nemzet szívében de nem tölthatták a lángot. Egyetlen költőnk volt Petőfi Sándor. Szent suhancok bátor tettei sokkolták a világot, ámultak közel és távol, mert elszoktak már az ilyen csodáktól, hogy Dávid ismét legyőzi Góliától. forradalom leverése után a mozit rohamléptekkel újították fel, megnyitóját 1957. május elejére tervezték, de végül csak szeptemberre készült el. Ekkor korszerű, úgynevezett cinemaszkóp rendszerrel kezdte meg újra működését. Ezután nagy változásokat majd csak az 1989-es rendszerváltás hozott elhanyagolt környékből a Korvin köz az 1956-os forradalom emlékhelye lett, és az évek során számos szobor és emléktábla kapott itt helyet. A Korvin köz és környezete a közelmúltban ismét változásokon esett át. A mozit az 1990-es évek második felében átépítették, a külső állapotokban a Korvin negyed és a mozi mögött létesített bevásárlóközpont 2007-ben kezdődött kiépítése hozott nagy változást. A történelmi helyszínre sajnos, szerencsétlen módon és nagy mértékben rátelepedett a posztmodern, jelentősen megváltoztatva annak arculatát. A mai korvin köz meglehetősen eklektikus térség, és 1956-hoz való viszonyunkról is sokat elárul. A régi, szép épületeket és az emlékezés jelképeit, a szobrok és emléktáblák sokaságát már egy másik világ díszletei veszik körül. Nagy Gáspár oratórikus emlékezés 1956 vértanú hőseire. Októberi stációk, Keserű töredékek, tormalajos emlékének. Meglőtt, lebénult hősként, áldozatként fél századig vártad a nagy napot, de Isten talán megkegyelmezett néhány héttel korábban elszólított. Tavaly május legvégén, Gergely temetésén, még toltam kerekes széket kiskunmaisán. Akkor mondtad a kápolna sírcsöngyében, Fiú, figyelj csak rám! Szavaid most is hallom. Meghalt a parancsnok. Halott a korvin köz, halott a forradalom. Ne nézz a múltba, nézz csak a jövőbe, s a múltat látod jelen időbe, amint föltámad fél század után is, és talál méltó helyet. Látod? Az utódok lenyomják torkodon a köztársaság teret. Akik ötven éven át szóval és tettel, sőt, bűnös mulasztással is éltették az ellenforradalmat, most kaméleonkockás emelvényeken, hitvány műtárgyak tövében ne szónokoljanak. Ne tudják ők jobban, hogy miről is szólt az a Szent Tizenkét Nap. És miért haltak meg, akik meghaltak. Mivel sokalták a vért a humanista hóhérok, mondják, ezért akasztottak. A megrendítő élményről beszámoltak a halára ítéltek. És mélyen hallgattak a holtak. Édes hazám, fél század kevés volt, hogy a fájdalmat kihordjad. Fehér csigolyacsont parcella, zöldellő gyásztér, elvetve mind-mind a szabadság véráztatta hűs magvaival, hármas bokrokban, egymáshoz drótozva. Csont a csonthoz, örökre exomálatlanul. Valahol a e tenyérnyi anyaföldből kilombosodó kopjafa erdőben keressétek a maradék magyar szabadságot. Soha nem tudjuk megköszönni annak a bátor franciának, aki igazi lázadóként a szabadság lázában élők mellé állt, s a leveretésben és a gyászban, Öt Nobel-díjnál is fénylőbb mondatokat küldött nekünk. Éppen Krisztusi korba lépett a forradalmunkat leverő és megtipró diktatúra, amikor szétmállott, megszűnt. De miféle furcsa szabadságot, micsoda megváltást szült? Talán még kell újabb ötven év akkorra már mindenki lelép ezen és azon az oldalon, és nem marad már más egyéb, csak vegy tisztán a forradalom.